Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Kezdődhet a Kunfehértó felé vezető kerékpárút tervezése, több pályázat beadásáról is döntött rendkívüli tanácskozásán a halasi képviselőtestület. Szedik a cserszegi fűszerest, a térségben jó a szőlőtermés, viszont kevés az idénymunkás, így sokan géppel szüretelnek. 7 migráns szökött meg a Szegedi úti őrzött befogadó központból, közülük 2 pakisztáni férfit még keresnek. Kezdődik a helyszínek berendezése, élő szobrok, homok animáció, állami gazdaságos fotósarok, több újdonság is várja a halasi születinapok látogatóit. Jó estét kívánok, Önök a Halas Televízió kedde esti adását látják. Idén már 13. alkalommal ült össze a halasi képviselőtestület, a ma délutáni tanácskozás volt a 7. rendkívüli összejövetel. A megjelent 12 képviselőre 8 napi rendi pont megtárgyalása várt. A 38 perces tanácskozás alatt valamennyi döntést ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták meg. Ennek köszönhetően több pályázatot is beadnak majd, és elkezdődhet a Kunfehértó felé vezető kerékpárút tervezése is. Zárt üléssel kezdődött a halasi képviselőtestület tanácskozása, majd alig 10 perccel később már nyilvánosan tárgyaltak a napi renden lévő előterjesztésekről. 15-ből 12-en voltak jelen, valamennyi döntést tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozták meg. Új tagok kaptak bizalmat a szavazatszámláló bizottságokban, Kiskunhalas pedig pályázik elektromos töltőállomás létesítésére, optimális esetben 3 helyszínen lehet majd feltankolni az elektromos autókat. Kiemelt figyelmet kapott az a tervezet, amely szerint Kiskunhalast kerékpárút kötne össze Kunfehértóval és Jánoshalmával. Önkormányzatunk határozott elképzelése az, hogy Kunfehértó felé is kerékpárutat épít, hiszen a kerékpáros hálózat fejlesztése az országszerte nagy népszerűségnek örvend, és mi se szeretnénk ebből kimaradni. Valójában a kiskunhalasiak már évtizedek óta várják ezt a lehetőséget, hogy Kunfehértóra biztonságosan el lehessen jutni kerékpárúttal. A Kunfehértó felé vezető út valamelyik oldalára kerülne ez a kerékpárút. Azért nem tudom megmondani, hogy melyikre, hiszen a tervező kiválasztását követően lesz egy önvonal kijelölési procedúra, amely már a tervezési folyamatnak a része, és akkor fogják megvizsgálni ezt a tervezők, hogy melyik oldalon célszerű vezetni ezt a kerékpárutat. Fülöp Robert polgármester azt mondta, több önkormányzat is összefogott a megvalósítás érdekében. Fehértó megtervezi a saját közigazgatási határán belül, Jánoshalma is megtervezi a saját közigazgatási határán belül, és Mékút is, tehát effektíve ezzel egy ilyen, rá fogunk csatlakozni az 55-ösre ezen a módon, kerékpárúttal, hogyha ezt a tervet sikerül megvalósítanunk. Kiderült az is, hogy már megkezdődtek az előkészületek a Tompa felé vezető bicikliút tervezésére is. Tapodi Attila azt kérte, hogy ez a szakasz kapjon elsőbséget majd, amennyiben a megvalósítás szóba kerül. A testület 12 egyhangú szavazattal döntött a Kunfehértó irányába haladó út tervezésének elindításáról is. Ugyancsak ellenszavazat nélkül járultak hozzá az óvodai és iskolai szociális segítőhálózat fejlesztéséhez egy pályázat segítségével, és ahhoz is, hogy előzetesen a Városért Közalapítvány 4 millió forintot kapjon a születi rendezvényre. A testületi tanácskozás 38 percig tartott. Ketten még szökésben vannak. Szeptember 3-án a késő esti órákban 7 illegális migráns szökött meg a kiskunhalasi menekültügyi őrzött befogadó központ Szegedi úti objektumából. Közülük 5 férfit már elfogott a rendőrség. 2 társukat azonban továbbra is jelentős erőkkel keresik. A rendőrség ma kiadta a 28 és 25 éves pakisztáni férfiak fényképét. A Bács-Kiskun megyei rendőr főkapitányság kéri, hogy aki a képeken látható férfiak tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a rendőrséget akár névtelensége megőrzése mellett a telefontanú ingyenes zöld számát, vagy a 107, illetve a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét. Most a cserszegi fűszeres van soron. Halason is egyre több ültetvényen szüretelnek.
A halas környéki termelők nem panaszkodhatnak, hiszen itt jó a termés. Viszont nincs elég időnymunkás, így előtérbe került a gépi betakarítás. A borászatok felkészülten fogadják a beérkező szőlőszállítmányokat. Ilyen az, amikor egyszerre 5-6 tonna szőlő lezúdul a pótkocsiról. Folyamatosan érkeznek a pincészetekbe a szállítmányok. Halas térségében ezekben a napokban indult be igazán a szüret. A termésre most nem panaszkodhatnak a környék termelői. Intenzíven beindult a szüret, most a cserszegi fűszeresnek a szedése, illetve a feldolgozása történik meg. Az írsai ezelőtt 2 héttel befejeződött. Következik az alagyöngye és a bianka, és ugye a többi szőlőfajta. Minden kedvezett Kiskunhalas környékén, más borvidékeknél és hegyközségeknél kevésbé. Minket elkerült a téli fagy, elkerült a tavaszi jég, tavaszi fagy, és természetesen most reménykeltő, hiszen jó volt a kedvező, volt az időjárás, és úgy néz ki, hogy mennyiségben és minőségben, és úgy néz ki, hogy az idei év az jó év lesz. A szőlőültetvények zömén géppel folyik a betakarítás. Ennek az a fő oka, hogy nincs elég kézi munkaerő a szüretre. Egy-egy nagyobb táblához pedig akár 100-200 munkásra is szükség lenne, hogy időben sikerüljön a szőlőt leszedni. Ráadásul most szinte összeérnek a különböző fajták, így nincs sok idő a betakarításra, ezért marad a gépi megoldás. Lényegesen gyorsabb, sokkal. Rengeteg embert helyettesít, valaki örül ennek, valaki nem. Nem időjárás függő, nem hangulat függő. Itt a pilótának kell, és a kiszolgáló személyzetnek toppon lenni, és akkor azért elég jó halad. Szerencsére az időjárás most már kegyes hozzánk, és ennek függvényében egész jó. Úgy mondom, hogy szépek a szőlők, és aránylag jó haladunk. Úgyhogy szerintem az idén elég jó termés is várható, megfelelő minőségűek is a szőlők. Így látszólag aztán. A borászok persze erről többet tudnak mondani. A szőlészek és borászok úgy vélik, hogy halasson szeptember 20-a környékére, de a hónap végére mindenképpen befejeződik a szüret. Úgy néz ki, a borászatok tudják fogadni a termést, a tárolással nincs gond. Inkább az árak miatt aggódnak az ágazat szereplői. Nagyon mérsékeltek, alacsonyak a borárak, ennek következtében a szőlőár, úgyhogy még itt Kiskunhalas környékén a termelők kevésbé panaszkodnak addig. Ide 15-20 kilométerrel igenis nagyon nagy a gond, hiszen féltermés van, elverte a jég a szőlőt, és a téli fagy pedig megtizedelte, úgyhogy ott nincs ekkora mennyiség. Ott is nagyon jó a minőség különben. Halasra várják a térség gazdáit. Sok hasznos információhoz juthatnak a termelők és gazdálkodók a hétvégi gazdafórumon. A Halas és környéke gazdakör a hagyományokhoz hűen idén is a halasi szüreti napok hétvégén tartja gazdafórumát. A program szeptember 10-én szombaton 10 órakor kezdődik a közösségek házában. A fórumra várják Viski József agrárvidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárt, Pogonyi Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács megyei igazgatóját és Bányai Gábor országgyűlési képviselőt. A fórumon főként a pályázati lehetőségekről lesz szó. Élő szobrok, tenyérfestéssel díszített építési telek, pillanatról pillanatra alakuló homokfigurák. Ez csak néhány a pénteken kezdődő halasi szüreti napok újdonságaiból. De az idei fotósarok is kínál meglepetést, egy hajdani állami gazdaságos irodában találhatja magát, aki ellátogat ide. A szüreti napok sok programot kínálnak, ám az útlezárások és az éjszakába nyúló programok miatt a lakosság türelmére is szükség lesz. Az első jelei már látszanak annak, hogy az év legnagyobb rendezvényére, a szüreti napokra készül Halas. A Városháza udvarának, vagyis a borudvarnak a berendezése már folyamatban van, de hamarosan a főtéri helyszínek kialakítása is megkezdődik. A programok pénteken indulnak, a 3 nap folyamán több újdonság is várja majd az érdeklődőket, mindegyiket érdemes lesz megnézni vagy kipróbálni. A Városhét közalapítványok körültve a Halasi Média és Kultúra szervezi a halasi szüreti napokat, de igazi nagy városi összefogásnak lehetünk szemtanúi, és majd a résztvevők tapasztalhatják, hogy mennyi sok újdonságot tudunk idén bevezetni, akár az élő szoborral, akár a mozi tetején történő attrakcióval, homokanimációval fogjuk várni a közönséget. Egy új
helyszín is, a két színpad mellett egy új helyszín is lesz, a Sóstó Beach Stage, ahol a fiatalokat szeretnénk megszólítani. A mellett is egy icipicit másképp lesz, mert három ponton fognak táncolni a táncosok, tehát három helyen kellene majd gyülekezni, és itt lehet megtekinteni a táncokat. Szombat délelőtt is várjuk a közönséget, ezen a piacnapon is fergeteges színpadi produkcióval csábítjuk ide a közönséget. A tavalyihoz hasonlóan idén is szervezünk fotósarkot, tavaly nagy sikere volt, idén más tematikával, állami gazdaságos témával várjuk majd az érdeklődőket. Nagyon sokan dolgoztak ebben a cégben, és innen indult a Halasi Születi Napok hagyománya is, úgyhogy felelevenítjük ezeket a régi időket. A Színeszki Kiskunhalast pedig azért találtuk ki, mert a Sétáló utcán van egy kiváló felület erre, ahol mindenki megmutathatja a tehetségét, illetve kreativitását. A Halasi Születi Napokról már a határon túliak is hallottak, sok vendégre számít a város. Mi éppen itt vagyunk vendégségben Vajdaságból, Vajsáról, és hát itt vagyunk a Csipke Hotelben, tudunk róla, itt tudjuk, hogy milyen szép rendezvény éveken keresztül, hogy érdemes ilyenkor eljönni, hogy jót szórakozhat az ember, és jó érezheti magát. A programok úgy lettek kialakítva, hogy minden generáció találjon kedvére valót. Milyen programokra vagy kíváncsi, vagy vevő? Koncertek? Hát a koncertek azok jók, hát attól függ ki, ki lép fel. A hétvégén minden napra jut egy-egy ismert fellépő, pénteken Denis, szombaton Szabó Ádám, a Margaret Island és Rúzsa Magdi, vasárnap Dérheni lép fel. Sok halasi már előre készül a hétvégére, többen maguk is aktív részesei lesznek az eseményeknek. A pénteken is citer a zenekar föllép, szombaton meg hát természetesen a felvonulás, és akkor utána meg a többi, utána már vendégként. A háromnapos program kavalkádnak némi ára is van, így a környék lakóinak és a városközpontban közlekedőknek, dolgozóknak a türelmét és megértését kérik a szervezők. Szeretnék felhívni a lakosság figyelmét, hogy egy nagyon-nagyon kiváló program mellett egy néhány kellemetlenséggel is jár a programszervezés. Itt csütörtök déltől már lezárjuk a belváros útjait, úgyhogy szeretnénk megkérni az itt lakókat, hogy az autóikkal a lezárt területen kívül próbáljanak megparkolni. Egészen hétfő reggel 6 óráig van engedélyünk erre, illetve a hangosítás is ugyanerre az időszakra vonatkozik. Szeretnénk a türelmüket és a megértésüket kérni a lakosoknak. Emellett finom falatokkal, zenével és táncos mulatsággal várjuk, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek. A nagy közönségnek is bemutatják a legszebb zöldségeket és gyümölcsöket. Már javában készülődnek a Szatmári Sándor kertbarát kör tagjai a Halasi Születi Napokhoz kapcsolódó éves kiállításukra. Tudtuk meg Kószó János elnöktől. Szeptember 10-én szombaton 9 órakor nyitják meg a terménytárlatot. Ekkor kerül sor a legszebb konyhakert verseny eredmény hirdetésére is. A helyszín a Sétáló utcai közösségek házának udvara. A hagyományos zöldségek, gyümölcsök mellett a kiállítási sátorban évről évre ott sorakoznak az ügyes háziasszonyok savanyúságai, de különleges növényekkel, termésekkel is meg szokták lepni a közönséget. Főzés, emlékhely szentelés, tánc és zene. A Halasi Születi Napokkal párhuzamosan 15. alkalommal rendezik meg a Cigány Születi Fesztivált a Tó utcai Cigány Közösségi Háznál. Szeptember 11-én szombaton már délelőtt 8:30-kor megkezdődnek a főzőverseny előkészületei. 14:00-kor lesz az ételek zsűrizése és díjazása, aztán kiosztják, elfogyasztják a bográcsok tartalmát. Szombaton délután 15:00-kor megemlékeznek a cigányság tömeges oktatásának évfordulójáról. Az emlékhelyet a Katolikus Egyház közreműködésével szentelik fel. A Cigány Születi Napok hivatalos megnyitója délután 17:00-kor kezdődik. A köszöntő beszédeket követően 17:30-tól a táncé, a zenéjé és a szórakozási lesz a főszerep. A vendég fellépők mellett a helyi tehetségek is bemutatkoznak. A Cigány Születi Fesztivál sztár vendége a Romániából érkező Mohácsi Brigi, a tervek szerint 20:00-kor lép színpadra. Szerdán reggel kerül ki a strandokra a Halasi Tükör legfrissebb sorrendben 36. száma. A lap ír egy korrupcióval gyanúsított tompai pénzügyőr tiszt ügyéről, akit napokon keresztül figyeltek, így bukott le. A Tükör vidéki kitekintőjében szó van a jánoshalmi mentőállomásról és arról a különleges találkozóról, amelynek Harka Kötöny volt a házigazdája. A nagy utazó Szűsnyi Gáspár Ida unokájával volt ott a riói olimpia utolsó napjain, élményeit megosztja az olvasókkal. A kiváló énekesnő Dérheni pedig már a vasárnapi Halasi Születi fellépéséről is mesélte a lap újságírójának. Most röviden felidézzük a nap főpíreit.
Elkezdődhet a Kunfehértó felé vezető kerékpárút tervezése, több pályázat beadásáról is döntött rendkívüli tanácskozásán a Halasi képviselőtestület. Szedik a cserszegi fűszerest, a térségben jó a szőlőtermés, viszont kevés az idénymunkás, így sokan géppel szüretelnek. 7 migráns szökött meg a Szegedi Úti Őrzött Befogadó Központból, közülük 2 pakisztáni férfit még keresnek. Kezdődik a helyszínek berendezése, élő szobrok, homok animáció, állami gazdaságos fotósarok, több újdonság is várja a halasi születi napok látogatóit. A folytatásban mutatjuk, milyen időjárás várható az elkövetkező 24 órára, aztán jön a napi mozaik. Ebben további részleteket mutatunk a gépi szüretelésről és arról, hogy mi történik a szőlővel, amikor beérkezik a szállítmány egy borászatba. Emellett a Szeretlek Caroline című musicalből is mutatunk egy részletet. Aztán 7:30-kor jönnek a sporthírek Tóth Istvánnal. Szia, milyen témákat kínálsz ma nézőknek? Szia, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Hagyományos Jenei Tréd Kupa teniszversenyről van szó. OB2-es teniszbajnoki fordul egy igazi rangadóval várjuk majd önöket, valamint megyei elsőosztályú labdarúgás szerepel még a programban. Vendégeink igazi klasszis lovasok lesznek a hétvégi bábolnai fiat díjugrató országos bajnokság apropóján. 7:30-kor várom önöket! Köszönöm a tartalomismertetést, önöknek köszönöm a figyelmet, holnap este újra friss hírekkel jelentkezünk, viszontlátásra!